Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Mit szólsz a jelenlegi világhoz? Jön a tavasz. Csak rosszabb nem. Hát a déli féltekén meg ősz jön. Az ő bajuk. Ez meg a mi bajuk. Szóval mit szóltok ehhez a jelenlegi világhoz? Ördemes. Elég érdekes világban élünk, nem? Hát ugye beszéltem a múltkor arról, hogy mi a helyzet Európával, és miért lesz itt komoly probléma Európában. Egyébként most éppen az a legnézettebb videóm itt az utóbbi időkben, éppen néztem a minap, de beszéljünk még egy kicsit ugye a jelenlegi helyzetről. Műszakilag ki az, aki jártas? Műszakilag? Jártasság? Oké. Nem tudom mennyire tudjátok, például itt hogy vannak ezek az autóknál ez a szabvány, ez az euró szabvány, ez a károsanyag kibocsátás szabvány, ilyen, hallottál már ilyen, hogy euró 3, euró 4, euró 5, euró 6, most ugye az euró 6-nál tartunk, de ez egy nagyon érdekes dolog, ez sehol máshol a világon nincs, tehát ilyen szabvány nincsen, nincs. Az azt jelenti, hogy ugye tudjátok mit jelent, hogy például van egy dízelautó, akkor van egy katalizátor, a benzinesben is meg a dízelben is van egy katalizátor, az azt jelenti, hogy a káros kibocsátást csökkenti, az egy szűrő gyakorlatilag, és utána van még egy szűrő a dízelautóknál, meg a benzineseknél is ugye elkezdték ezt, de ott ugye nem annyira, és lényeg az, hogy ugye ez mit csinál, ez a szűrők, mit csinálnak? Ugye régen hogy működtek az autók? Nem voltak ilyen szűrők, kibocsátotta a kormot, tehát például mondjuk hirtelen odaléptél, gázt adtál egy autónak, akkor füstöt lökött ki egy hirtelen gázadásra. Ha folyamatosan ment az autó, akkor nem lökött ki látható füstöt, akkor ugye nem volt látható a füst, ha csak nem volt valamilyen rossz beállítású az autó, és ennek hatására ugye füstölt folyamatosan. Na most lényeg az, hogy ugye ezt elkezdték szűrni, ugye miért volt látható a korom, mert ugye tehát kormoltak az autók, a benzines is meg a dízel is, hát ugye az azt jelenti, hogy ilyen nagy koromszemcséket bocsájtottak ki, a nagy koromszemcsék az meg kiszállt ugye a kipufogon, és leszállt, mivel nagy, a levegőnél jóval nagyobb a fajsúlya, ezért gyorsan leszállt mindenhova az úttestre, stb. Stb. Tehát lényeg az, hogy a nagykoromnak az volt az előnye, hogy gyorsan leszállt. Na és akkor elkezdték szűrni ezeket, az azt jelenti, hogy kiskormok kezdenek kijönni az autókból, azóta mióta ezek a szűrők vannak, az első a katalizátor volt, ugye a második meg a részecske szűrő, az még egy dupla szűrő, és az azt jelenti, hogy minél több a szűrő az autóban, annál kisebb koromszemcsék távoznak az autóból, és az azt jelenti, hogy a nagy koromszemcséket ugye fölfogja, és elvileg nagy fordulaton úgy van megcsinálva, nagy fordulaton ilyen plusz adalékanyaggal elégeti a kormot, de kis koromszemcsék azok távoznak, annyit érdemes tudni a kis koromszemcsékről, hogy azok nem nehezebbek, mint a levegő, és lebeg. Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a rengeteg allergia ennek köszönhető, ugyanis ezek a kis koromszemcsék a polleneknek a burkát megnyitják, és akkor ilyen sündisznószerű lesz a pollen, és hát ezt sokan nem bírják, és köhögnek tőle. Na erről jut eszünkbe, így van, már jelezted is, hogy pont így szoktak köhögni az emberek, mikor köhögnek, jó? Tehát lényeg az, hogy ezt a hatást érje el. A nagykorom szemcsék nem csináltak ilyet, oké, és ezért például nagyon érdekes ez az allergia kérdés, mert fölmész olyan helyre, ahol nem járnak autók, és nem köhögsz, hiába ott vagy mondjuk az erdőbe, érted? És tele van pollennel, és nem köhögsz. Miért? Mert nincs az a hatás, hogy a korom az felbontja a burkát ennek a pollennek, és mondom, olyan lesz, mint egy tüskés disznó, érted? Tisztára, tiszta ilyen tüskés lesz, és ez a tüskéknek köszönhetően ugye a szervezet megpróbálja kiköhögni, jó? Tehát ebből alakult ki, mert régen nem volt ennyi allergiás, csak gondold végig, hogy van egy fejlett technika, közben megbetegítik a fejlett technikával az embereket, tök jó, nem? Gondold végig. És addig, míg a kormot simán kipufogták az autók, addig ilyen probléma nem volt, nem érdekes? Szóval, de hogy miért mondom ezt? Mert ez gyakorlatilag Európában van, tehát nyugaton max annyi, tehát már nem nyugaton, bocsánat, máshol Európán kívül, az EU-s zónán kívül, tehát ott nincsenek ilyen szabványok, tehát se az USA-ban, se Ázsiában, se Afrikában, sehol, érted? Ez az Európai Unió baromsága, világos ez? Hogy az emberek betegedjenek meg ettől a dologtól, tehát ez tudományosan be van bizonyítva, hogy ezt csinálja, ugye ez a mikrokorom, ezt csinálja a pollenekkel, és kormol nem csak a dízel kormol, csak a dízel jobban kormol, kormol a benzines is. Tehát én nekem volt benzines autóm, 250 lóerős, és akkor hirtelen odaléptem a gáznak, akkor egy füstcsóvát nyomott ki, akkor még ugye nem voltak ilyen szűrők, csak a katalizátor, tehát a katalizátor az még átengedte a kormot, a különböző egyéb szűrő, a részecske szűrő az meg már nem engedi át a kormot, csak a mikrokormot, tehát a mikrokorom simán átmegy rajta. Honnan tudom, én tisztítottam részecske szűrőt, van hozzá ilyen folyadék, miért értek ez az autókhoz ennyire? Azért, mert szakmám, alapszakmám az autó, és azóta is ugye érdekel az autó, és alapvető javításokat az autókon saját magam szoktam megcsinálni, már mint a saját autóimon. Na most lényeg az, hogy kormot független attól, hogy benzines vagy dízel kibocsátottak az autók, akkor is, ha volt bennük részecske szűrő, tehát látható kormot kibocsátottak mondjuk egy nagyobb gázadásnál. Most már nem látsz olyat, hogy kormos lenne a kipufogó az új autóknál, tehát nem kormos a kipufogó. Azért nem kormos a kipufogó, mert a részecske szűrők a nagy kormokat már megszűrik, érted? És csak a parányi mikrokormok mennek ki, aminek komoly egészségkárosító hatása van. És ez nagyon érdekes, mert mondom, se az amerikai földrészen, se Afrikába, se Ázsiába, se máshol, amelyik nem EU-s ország, lehet, hogy Norvégia ugye nem EU-s ország, de attól függetlenül úgy ezt a szabványt követik, de Európán kívüli például az oroszok se követik ezt a szabványt. Tehát magyarul, akik ide behoznak Európába új gyártású autót külföldről, úgy értve, hogy gyártók, és itt adják el a gyártók csak úgy adhatják el az új autókat, hogyha ilyen szűrőkkel, EU szabványnak megfelelő szűrőkkel az autó föl van szerelve. Tehát most gondold végig, egy olyan világban élünk itt Európában, ahol mintha írtanák az embereket, vagy legalábbis meg akarnák betegíteni. Tehát mondom, máshol nincs ilyen, azért az a neve, hogy Euró 6, mert az Európai Unióban van ez a szabvány, slussz, nincs máshol, érted? És akkor ugye lehetne sorolni azt, hogy még miket csinálnak velünk, európaiakkal, Érted? Például ugye elérték azt, de hát ez nem csak Európában, hanem egyre több országban, Európán kívüli országban is, USA kezdte el ezt, hogy ugye erről beszéltem a múltkor, hogy ne akarjanak dolgozni az emberek, tehát hogy olyan munkát akarjanak végezni, ami igazából hát nem a túlélésünket szolgálja, tehát nem a túlélésünket szolgálja. Tehát az emberek alapvetően, megnézed Európában, olyan munkát szeretnek végezni, ami nem a túlélésünket szolgálja. Hát mi nem szolgálja a túlélésünket, illetve mi szolgálja a túlélésünket, ma az az egyszerűbb, mi szolgálja a túlélésünk, például az élelmiszertermelés, beleértve a növénytermelés, állattenyésztés, az például a túlélés szolgál. Akkor például olyan termékek megtermelése, ami például mondjuk a ruhát, amiből a ruhát csinálják, hát mert gyakorlatilag azt mondhatjuk lassan, hogy Európában nincs ruhaipar. Nincs. Érted? Tehát lassan gyakorlatilag a teljes európai ruhaipar, tehát ruhakészítőipar, az mondhatjuk, hogy leállt. Nem a varrás meg ilyenekről beszélek, hanem maga az alapanyag létrehozása, az már nem itt történik. Tehát komoly alapanyagtermelés volt itt Európában régen, mivel azt mondták, hogy drága, kimentek Kínába, össze-vissza, Indiába, stb. Stb. És onnan hozzák be az alapanyagokat, mert az olcsóbb, mint hogyha itt gyártanák. Tehát ha megnézed, az európai állampolgároknál elérték azt, hogy ne akarjanak csak sok pénzért dolgozni. Miért? Hát nagyon egyszerű, mert elérték az embereknél a vágyaikon keresztül, hogy sokkal többet költsenek, mint valaha a történelem során az emberek. Tehát nem az a baj, hogy valaki keveset keres, hanem az a baj, hogy sokat költ. Tehát mondom még egyszer, sose az a baj jelen világunkban, hogy az emberek keveset keresnek, hanem az a baj, hogy sokat költenek, és ezáltal kevés a pénz természetesen, amit keresnek, mert ahhoz képest, amit keresnek, sokat költenek. Jó? Tehát egy érdekes világban élünk, ahol az embereknél szépen a fogyasztói társadalom révén, ugye Észak-Amerika, Európa és Japánnál elérték azt, hogy az emberek fogyasszanak sokkal többet, mint amennyit, hát mint ami a szükségletük, tehát sokkal többet költsenek. Na most ez a fajta mód, ennek lehetett látni évtizedekkel ezelőtt, hogy egyszer vége fog szakadni. Tehát ezt a fajta életszínvonalat, ami tehát Európában van, és Észak-Amerikában és Japánban van, ezt hitelekkel lehetett fenntartani. Tehát úgy hitelekkel, hogy az államok vettek föl azért hitelt, hogy a lakosság életszínvonala emelkedjen. Érted? És ezt nem most kezdték el, hanem ugye nyugaton mikor 50-es évektől, 40-es évek végétől, ugye Európában a szocialista szférában elkezdték ugye a 70-es évek végétől, tehát mondjuk 30 évvel később, de szépen elérték azt, hogy az államok eladósodjanak, és ugye a közgazdászok azok már jósolták, jelezték előre, hogy csak azt nem tudták pontosan, hogy mikor, hogy ebből a jövőben nagy gond lesz. Tehát azáltal, hogy az államok eladósodtak, ugye elérték azt is, hogy a lakosság eladósodjon, tehát hogy többet költsenek, mint amennyit keresnek, tehát ugye akinek hitele van, az többet költ, mint amennyi keresete van. Miért költ? Mert most gondold végig, nem tudta volna máskülönben megvenni azt, amit megvett. Tehát az emberek, hogy lehet ezt elérni? Úgy, hogy az embereknél van egy úgynevezett vágy, A vágyunk az az érzelmeinkhez kapcsolódnak. Tehát a vágyunk, a vágyaink azok teljes egészében az érzelmeinkhez kapcsolódnak. A vágyaink az, mit tudom én, a második világháború előtt, sőt inkább azt mondanám, hogy a 1800-as években ilyen pici volt, érted? Tehát az emberek vágya az pici volt, tehát nagyon pici volt, és az azt jelenti, hogy minimális vágya volt az embernek, de ez csak egy minimális, mint tudom, arra vágyakozott, hogy legyen párja például, és ezáltal ez gyorsan teljesítette is. És ugye a múltban a férfiak is meg a nők is viszonylag hamar házasodtak, nyilván a nők hamarabb, a férfiak egy kicsit később, pár évvel később átlagosan, de nem úgy működött a házasság, mint ahogy most működik, hogy 30-as évek végén, második felében jut eszükbe az embereknek, hogy hú, hát családot kéne alapítani. Legalábbis manapság a legtöbb embernek akkor jut eszébe, hogy hú, ha már lassan kifutok, és akkor családot kellene alapítani. Szóval ezt úgy érték el, hogy tiszta és világos legyen ez a dolog, hogy volt egy alapvágy, az az alapvágy a párra vonatkozik. Vágyottak arra, hogy legyen párjuk, legyen családjuk, legyen gyerekeik, érted? Erre vágy, és legyen természetesen tető a fejük fölött. Ennyire vágyottak, és a többire azt mondták, majd lesz valahogy. Ez így működött az 1920-as évekig, és onnan indult el Amerikába, hogy ez ne így működjön, hanem ezt a vágyat, ami az emberben van, mert minden emberben van, csak az emberek ezt nem tudják kordában tartani, már oda jutottunk, ezeket a vágyakat fölfokozták. Tehát az emberek most 50-szer, 100-szor annyi dologra vágyodnak, vagy 100-szor nagyobb dolgokra vágyodnak, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, érted? De gondold végig, a jövedelmük nem emelkedett olyan mértékben az embereknek, mint amilyen mértékben növekedett a vágyaik, érted? Tehát a vágyak az sokkal magasabb mértékben, nagyobb mértékben növekedtek, mint a jövedelmek. És ugye a vágyak fokozásával elérték szépen azt, hogy az emberek elkezdjenek vásárolni, hogy ki legyen használva a fogyasztói társadalom, és ugye a hasznot termeljenek a fogyasztói társadalom hát fő termelőinek, elsődleges termelőinek minél nagyobb hasznot termeljenek, hozzanak létre az emberek, ezt szépen elérték, és ennek lett az a következménye a vágyaknak, hogy eladósodtak az emberek, eladósodtak az országok, és itt egy kérdés volt, hogy ez a lufi, amit úgy hívnánk, hogy életszínvonal lufi, ez mikor fog kidurranni? Egy kérdés volt. Én ezt erről már tanultam a 90-es évek első-második felében, első felében is valamennyit, de inkább a második felében, hogy van ez a lufi, és ez előbb-utóbb kipukkan. Na most ezzel van egy nagy gond, hogy ezt a lufit, ha nem, tehát úgy pukkan ki ez a lufi, ahogy ez kipukkant volna, akkor a népharag az a kormányok ellen indult volna. Na most ezáltal, hogy ne induljon a kormányok ellen a népharag, ezáltal ki kellett találni mindenféle állindokot. Oké? Állindokot. Ez azt jelenti a kitalálás, hogy létre kellett hozni állindokokat. Tehát milyen állindok? Például betegségre hivatkozást, amit úgy hívnak, hogy Covid. Érted? A Covid az egy állindok volt. A Covid az azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha megnéznénk jobban, az influenzának egy változata, érted? Tehát gondold végig, ami Covid időszak volt, influenzáról nem is beszéltek, tehát mint a Covid megölte volna az influenzát. Tehát most sem kevesebben betegek, mint a Covid időszakban, ez időtájt, és most sem halnak meg kevesebben, mint a Covid időszakban, ez időtájt, érted? Tehát a Covidot azért találták ki, hogy a népharag ne a kormányok ellen menjen, hanem egy olyan valami olyan valamire terelték a figyelmét, az emberek figyelmét, ami gyakorlatilag kézzelfoghatatlan. Hát mit tudom én, egy minisztertanács az kézzelfogható, a miniszterelnökök, az elnökök, az uralkodók azok kézzelfoghatók, de egy Covid az nem kézzelfogható, érted? És ez azt jelenti, hogy létre kellett hozni olyan dolgokat, ami még ráadásul azt is jelentheti adott helyzetben, hogy maguk az állami vezetők a megmentők, érted? Ők mentik meg a népet, nehogy azt mondta, hogy ez nem erről szólt a propaganda a Covid időszak alatt, oké? Tehát az emberekkel elhitették azt, hogy ez az, ami felé megyünk, befelé megyünk, válság, ez a Covid miatt és a háború miatt jött létre. Na most mondani szeretném, hogy aki tanult történelmet, vagy lehet, hogy földrajzban is volt ez, általános iskolában nekem ezt tanították, benne volt a földrajzkönyvbe, azt hiszem a földrajzkönyvbe, ahol összehasonlítások voltak, ugye akkor még a szocialista országokat előszeretettel hasonlítgatták össze a nyugati országokkal, és volt egy olyan rész a földrajzkönyvben, hogy gazdasági növekedés, például az USA gazdasági növekedése, az USA gazdasági növekedése legnagyobbakat mondom, jó? Amikor még ugye én gyerek voltam, azt mondja első világháború, második világháború, akkor mondom koreai háború, amit ők csináltak, vietnámi háború, amit ők csináltak, utána már nem lett ilyen, mert addigra kijártam az iskolát, érted, mire lett volna. Ha tovább néznénk ezt a statisztikát, akkor mondhatnánk azt, hogy iraki háború, afganisztáni háború, jó? Most mondhatnánk azt, hogy ukrajnai háború, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ha valakik egy háborút valamilyen szinten finanszíroznak kívülről, tehát harmadik ország, nem résztvevő ország, hanem harmadik ország, oké? Bár ezekben ugye az USA részt vett, ugye mibe? A koreai háborúba, meg a vietnámi háborúba. Egyébként lehet, valószínűleg még az interneten ennek mindig utána tudsz nézni, hogy az USA-nak mikor voltak a legnagyobb gazdasági növekedései, jó? Ha nem hiszel nekem. Tehát ami azt jelenti, hogy ha van egy háború a világban, akkor azok, akik a fegyvert viszik, meg akár élelmiszereket, akármit, azoknak nem rosszabb, hanem jobb lesz, tehát növekszik az életszínvonal, tehát a gazdaság az jobban működik, más országok gazdasága, amikor országok háborúznak, érted? Tehát mi is például annak idején, onnan tudom, hogy ugye én voltam katona, és például mi harckocsi és ágyú lövegeket készítettünk, és azt is csomagoltunk, és Irakba küldtük. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy ez egy komoly bevétele volt akkor a szocialista Magyarországnak, érted? Tehát a fegyverszállítás az komoly haszon egy országnak, érted? és ráfogják, hogy azért van a gazdasági válság. Érted? Hát gyakorlatilag, ha megnézzük azt, hogy mit tudom én, bizonyos nyersanyagok drágábbak, azt magunknak köszönhetjük. Miért? Hát mert ahonnan olcsóbb nyersanyag jött, azt az országot szankcionáltuk, nem? Mi európai országok? Hát majd bolond lesz akkor az orosz, ugye olcsón eladni nyersanyagot, még akár közvetett módon is. Tehát ami azt jelenti, hogy ha megnézzük, mely országok szankcionálták az oroszokat itt a háborúban, az összes EU-s ország, még azon kívül egy pár európai ország, és összesen azt hiszem 42 ország a világban. Benne van az USA is természetesen, 42. Igaz, hogy van majdnem csak nem 200 állama vagy ország a világban, de abból mindössze 42, érted? És abból megnézed az EU-s országokat, az valami 30 valamennyi. Tehát az EU-s országokon kívül alig szankcionálta és ítélte el ezt a háborút más, érted? Na most ezt ha jobban megnézzük, mintha velünk akarnának kicseszni Európai Unió tagállamokkal, érted? Tehát szó szerint lásd már át, ott van ez a korom kérdés az autóknál, oké? Okay? Ott van a háborús kérdés, hát a többi ország a világban miért nem ítélte el? Hát az EU-s országon kívül miért csak egy pár ország ítélte el? Miért vagyunk mi Európai Uniós országok ilyen baromi hülyék? Érted? Miért? A többiek miért nem ennyire hülyék? Miért akarják a fehér embert mondjuk, hogy elköltözzön Európából? Mert kell nekik. Aha. Hát azt ugye tudjátok, hogy például van olyan, hogy bizonyos országokba be akarnak költözni állampolgárok. Tehát Izraellel lett, még Gyurcsány idejében lett ilyen államszerződés kötve, amit ugye az Orbán kormány ratifikálta, hogy szokták ezt mondani, tehát megerősített, hogy rendszeresen települhetnek be izraeli állampolgárok. De ez egy dolog, ők fehérek, semmi gond nincs vele, érted? De vajon miért akarják azt, hogy a fehér, mint közösségi egység ugye Európában megszűnjön? Tehát ugye a fehér mit csinál, hogyha van elég pénze valakinek és baj van ott abban az országban, akkor fogja és elkötözik, elmegy a föld másik felére és beolvad, az a baj. Tehát a fehér embert mint hogyha azt akarnák, hogy bebarnuljon. És nézd meg, hogy értékezt el. Régen az, aki nem volt fehér, mert lesütött a nap, arra azt mondták, hogy paraszt, nem? Mert az urak azok nem igazán mentek napra, vagy ha napra mentek, akkor mindenféle kalappal, érted? Hogy véletlenül se süsse le őket a nap. És ugye mit csináltak? Hogy az a szép, ha valaki barna, nem? És akkor mentek ezek a barnulás segítő reklámok. Miért? Hát hogy az emberek kezdjék megszokni a barna bőrt, hogy utána majd a bebarnulás az ne legyen nagy gond. Milyen bebarnulás? Hogyha majd feketék, barnák költöznek be Európába, akkor a keveredés ne legyen gond, mint az USA-ban elérték szépen, hogy ne legyen gond. Emlékezzetek, régen nem keveredtek kezdetben a fehérek egyáltalán a feketékkel, sőt ugye ebből komoly összetűzések voltak. És hogy elérték már a vegyes házasságokat? És kijönnek szépen a barnák ebből a házasságokból, érted? Miért? Mert a fehér az túlságosan öntudatos, a többi fajhoz képest, érted? És nem kell olyan, hogy öntudatos faj, nem kell, kellene, de nem kell. Tehát ha megnézed, a fehérek azok sokkal több mindent találtak föl a Földön, mint más faj, érted? És mondom, sokkal öntudatosabbak. Mit jelent az öntudat? Azt, hogyha a fehéreknek diktatúrát hozol létre, akkor előbb-utóbb föllázadnak a diktatúra ellen. A feketék, a sárgák, a barnák, azok meg nem tudnak működni diktatúra nélkül, mert ha nem diktatúrában vannak irányítva, akkor ezekben az országban anarchia van. Tehát megnézed, hiába próbálták a demokráciát bevezetni sárgáknál, feketéknél, barnáknál, nem működött, vissza kellett a diktatórikus működésre térni, érted? Na most a fehéreknél meg a diktatúra nem működik, tehát ahhoz, hogy be lehessen vezetni, ez lehet, hogy azt mondod, hogy összeesküvés elmélet, ahhoz, hogy be lehessen vezetni világdiktatúrát, tehát a világon mindenütt diktatúrát, vagy diktatúrákat, mindegy, akkor ahhoz a fehéreket össze kell keverni a színesekkel. Világos ez? Jó, és ennek a folyamatát éljük szó szerint. Tehát lehet azt mondani, hogy nem így van, csak nézd meg, legyél logikus. Tehát legyél logikus. Tehát ne az érzelmeidre hallgass, hanem logikusan nézd végig, hogy mi történt. Hova lett a Covid? Hova lett? Eddig volt, most szó nincs róla. Hova lett? Érted? Ja, Putyinnak akkor kellene adni egészségügyi Nobel-díjat, mert gyakorlatilag aznaptól, mikor kirobbantott a háborút, megszűnt a Covid, nem? Érdekes. Szóval egy, mondom, logikusan, ne hallgass az érzelmeidre, logikusan nézd végig az egész helyzetet. És ilyenkor mi a megoldás? Tehát nézd meg, hogyha az emberek arra az információ halmazra hallgatnak, amit általánosan olvashatnak, meg nézhetnek a tömegtájékoztatásban, akkor nem tudják átlátni a helyzetet, nem tudják átlátni. Tehát ahhoz, hogy egy ember átlássa a helyzetet, az átlagnál jobb képességekkel kell rendelkeznie, nem kicsivel, hanem mondhatjuk azt, hogy sokkal. Na most ez azt jelenti, hogy egyszerűen az embernek van egy elméje, csak hogy értsük. Ez az elme, ez két részből áll. Van egy jobb agyféltekénk, meg egy bal agyféltekénk. Az ösztönös elménk az a bal agyféltekénkhez kapcsolódik, a tudatos elménk meg a jobb agyféltekéhez. És ez úgy működik, hogy akkor vagyunk tudatosak, akkor vagyunk logikusak, hogyha, tehát logikusan akkor tudunk gondolkodni, hogyha jó hangulatban vagyunk. Ha az embereknél elérik azt, hogy ne legyenek jó hangulatba, akkor átmennek ösztönös működésbe, és ösztönös működésnél idomítható az ember, mint az állat, ugyanúgy idomítható, érted? Nehogy azt hidd, hogy nem. Hát nézd meg, hogy beidomították pitty-putty az embereket a Covid időszak alatt. Én azóta figyelem, a Covid előtt nem, a Covid tehát ugye emlékszünk, hogy milyen volt a Covid előtti időszak, jó? Most nézzük meg, mi van a Covid óta. Tehát a Covidban elérték, hogy az emberek mint 8-kor vagy 9-kor vagy 10-kor vagy nem tudom mikor legyenek otthon. Azóta is így van. Az utcán, mit tudom én, 10 után nem látsz embereket, 1-2 autót, annyit látsz. Gyakorlatilag az embereket hozzáidomították, hogy a tyúkokkal lefeküdjenek, tényleg, érted? És ha megnézed, hajnalban már kukorékolnak, már a bevásárló központokban, ha nyitva van, vagy vásárcsarnokokban, meg nyitva tartó boltokban, ott vásárolnak hajnalban, érted? Most beszélgetnek. Persze, mert ha tyúkokkal valaki lefekszik, akkor ugye korán kell természetesen. És ez nem így volt a Covid előtt, ez nem így volt, az emberek sokkal később feküdtek le, lehetett látni, hogy azóta mondom menjél este a városba, érted? Vagy menjél át a félországon, és azt látod, hogy sehol senki 10 óra után, érted? Már 8 óra után is alig látsz embereket, 10 óra után mész mit tudom át falvakon, és mindenütt sötétség, érted? Már tévét se néznek, mert már csicsika van, érted? Olyan szépen beidomították őket, milyen szépen beidomították, hogy beoltassák magukat, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ez is az idomítás része volt, érted? Gyönyörűen idomított társadalom lett a fehér társadalom szerte Európában. Hogy lehetett idomítani? Az imént említettem, az ember ugyanúgy idomítható, mint egy állat, ha nem jó állapotú, érted? Ahhoz meg mit kell elérni, hogy ne jó állapotú legyen az ember? Félnie kell. Minél jobban fél egy ember, annál kevésbé jó állapotú. Világos ez? Tehát elérték az embereknél, hogy féljenek ettől, attól, amattól, és ezáltal nem tudnak logikusan gondolkodni, képtelenek rá. Tehát ahhoz, hogy logikusan gondolkodjon valaki, jó állapotban kellene lenni. Tehát, hogyha te nem látod át teljesen azt, amit mondok, nem tudod logikusan végigvezetni azt, amit most elmondtam, akkor hidd el, nem vagy jó állapotban. Ezt mondom előre neked. Oké? Jó? Tehát én nem szoktam olyan dolgokat mondani, ami nem logikus és nem logikusan végigvezethető. Tehát az, ami most történt, azt előre lehetett tudni, hogy ez lesz, csak azt nem lehetett tudni, hogy kitalálnak majd olyan dolgokat, hogy mentsék át a hatalmukat a vezetők, érted? Az állami vezetők meg a háttérhatalomban lévők természetesen, hogy mentsék át a hatalmukat. Most úgy mentették át a hatalmukat, hogy a Covidra lehetett hivatkozni, és a háborúra lehet hivatkozni. Na most mondok példát, hogy a manóban van az, Kanadának, Egyesült Államoknak mi köze az európai háborúhoz? Akkor ott miért van 10%-os infláció? Hivatalosan, tehát bevallottan, érted? Miért? És előtte, mit tudom én, Covid előtt miért csak, mit tudom én, 1,5%-os infláció volt? Miért? Érted? Mi köze a háborúnak? Az USA-nak annyi, hogy van belőle egy csomó plusz pénze, érted? De mondjuk Kanadában mi köze az egésznek? Tehát mit tudom én, mikor volt az afganisztáni háború például, vagy az iraki háború, mi azt vettük észre, hogy az életszínvonalunk így leesett az infláció miatt? Nem, semmilyen probléma nem volt, mert nem itt volt, érted? Vagy például mikor volt a jugoszláv háború, itt volt az is a szomszédunkban, csökkent az életszínvonalunk, megnőtt az infláció? Nem, érted? Pedig az is elég közel volt, még közelebb volt a háború, mint most, mikor ugye a Szerbiában volt a háború. Hát ez még közelebb volt, mert a határ közelében is voltak csetepaték, érted? Most a határ közelében legalább nincs, gondold végig, és életszínvonal csökkenés, infláció volt? Inflációt gerjesztett? Nem. Akkor miért hiszed el, hogy a háború miatt romlik az életszínvonal? Mert ugye miért romlik az életszínvonal? Mert megnőtt az infláció, tehát a pénz értéktelenedik el, ezt jelenti, érted? Tehát minél jobban elértéktelenedik a pénz, annál jobban megérzik az emberek az inflációt, oké? Na most gondold végig, hogy akkor hogy van ez az egész, tehát nem vagyok logikus, nem logikusan nézzük ezeket a dolgokat, hagyatkozunk az érzelmeinkre, amit a média nyomat? Igen, az van inkább. Tehát itt ez egy olyan helyzet, aminek semmi köze a háborúhoz, semmi köze a Covidhoz, érted? Ez a helyzet, ami van, ez a hitel lufi, ami a világban van. Képzeld el, annyi a hiteltartozás a világban, amennyi pénz a világban még virtuálisan sem létezik. Hogy lehet akkor visszafizetni? Gondold végig. Tehát a földünkön, ami azt jelenti, hogy akkor most, ugye mikor egyszer olvastam ezt a cikket, akkor megkérdezte, hogy kinek tartozunk? A marsiaknak? Mert akkor kinek tartozunk? Ha nincs annyi pénz, se készpénz, se virtuálisan nem létezik annyi pénz, amennyi az adósság, akkor kinek tartozunk? A marsiaknak? Érted? Kinek? Érted? Tehát gyakorlatilag a messze meghaladta az adósságállomány a 2008-ast. Messze meghaladta a bolygó adósságállománya. Érted? A 2008-ast. Ugye mert 2008 után volt egy visszaépülése az adósságoknak, tehát ugye az emberek elkezdtek takarékoskodni, majd utána a propaganda révén tovább nőtt az adósság, és végre elérte a 2008-as szintet, most meg már messze túl vagyunk a 2008-as szinten. És ugye a 2008-ra egy kicsit visszaemlékszel, akkor arra hivatkoztak, hogy azért van gazdasági válság, mert túl soknak volt az adósság. És az ingatlanokkal kapcsolatban mondták ezt. Na azóta az jócskán túl van szárnyalva, nem is tudom, valami másfél vagy kétszeres ahhoz képest az adósságállomány, mint akkor volt. Érted? Tehát most gondold végig, tehát azt gondolod, hogy azok az életszínvonal növekedések, amik létrejöttek a világban, itt a nyugati társadalomban, nem a világban, mert ugye a nyugati társadalomban jött létre, és Japánban, ezek azért jöttek létre, mert az emberek megdolgoztak érte. Ugye ezt nem gondolod komolyan. Tehát megnézed itt Magyarországon, hogy működik a dolog. Mióta az eszemet tudom, én azt látom, hogy napközben mi a picsát keresnek az emberek az utakon. Miért nem dolgoznak? Érted? Mit keresnek? Régen gyalogosan, kevésbé autóval, most mit tudom én, elmész délbe mondjuk utakra, Budapesten, dugig vannak az utak, mit csinálnak? Érted? Mit csinálnak? Akkor ne délbe menj, 11-kor még nincs ebédidő. Mi a jó Isten csinálnak? Például mentem valamelyik nap 1-2-kor mentem az Osan, van a Dunakeszi Osan, ott volt dolgom, nem az Osanban, hanem az Osan után, érted? És dugó volt 4-3-kor, tehát 4-3-kor, hogy a francba? Na most eleve az azt jelenti, hogy azt mondanád, hogy 2-kor ért végig fejeződött be a munkaidő, ahhoz 6-kor kellett volna kezdeni, ami azt jelenti, hogy fél 6-kor dugónak kellett volna lenni, de fél 6-kor kimész a városba, egy szikra dugó nincs, érted? Mi a jó Isten? Akkor mentem ugyanebben az időszakban, mentem Gödöllő felé a pályán, oké? Délután, utána Gödöllőnél visszafordultam és jöttem, és befelé a városba délután többen jöttek, mint kifelé. Hogy? Hova mentek befelé a városba, érted? Hova? Valamit árultak. Hova mentek? Mert az lenne a logikus, hogy délután kifelé jönnek a városból, nem? Igen. És befele több autó ment, mint kifele. Hogy a manóba? És Például én elmentem Ausztriába a 90-es években, Grazba voltunk, és alig volt autó a városban napközben, érted? Budapesten, meg autó hátán napközben is. Mindig ez volt. Az a 90-es évek volt. De mióta az eszemet tudom, ez van. Na most, mit csinálnak az emberek? Mindenkinek üzletkötő a dolga, és autóval közlekedni ki van csukva, annyi üzletkötő nincs a földön, mint amennyi Magyarországon, akkor ezek szerint. Érted? Hova a fészkes fenébe mennek? Érted? Hova? Folyamatosan. Persze éjszaka már egy fiaember nem megy sehova, mert megszokhatták velük, de nappal hova mennek? Érted? Tehát valami hihetetlen, hova mennek? Na most, ami azt jelenti, hogy gondold végig, nem dolgoznak, vagy munkából lóg, nem? Vagy nem dolgozik és segélyből vagy valamilyen formában él, valamiből, érted? Akkor kitermeli a hasznot. Hogy lehet akkor egy országnak az életszínvonal növekedjen? Vagy mondok példát, mit tudom én, nyugaton rengeteg vendégmunkás van, és gyakorlatilag a vendégmunkások tartják el az országot, szó szerint, érted? Szó szerint, tehát az országot a vendégmunkások tartják el. Na most azt szerinted sokáig tud működni? Itt volt a vége, itt volt a vége. Tehát kidurrant a lufi, kidurrant ez az életszínvonal lufi, amit létrehoztak nyugaton, beleértve az USA-t is természetesen, mert ott hozták létre először ezt a lufit. Oké? Kidurrant. Hát az Amerikai Egyesült Államok mint állam egyfőre esően a legnagyobb adóssággal rendelkezik kifelé, a világ felé, érted? Tehát egyetlen egy országnak egyfőre esően sincs akkora adósságállománya, utána tudsz nézni ennek is a neten, mint az USA-nak, érted? Tehát magyarul az Amerikai Egyesült Államok lakosságának az életszínvonala az hitelből van fenntartva. Oké? Most ugye például arra hivatkoznak, hogy azért nőtt meg az infláció, mert a leköszönő elnök Trump még mielőtt leköszönt, ugye még a választások idején valami minden családnak valami ilyen 1 millió forint segélyt utalt, minden amerikai családnak, ha milliárdos akkor is, ha csóró akkor is, érted? Nem tudom hány millió, 10 millió család van, vagy akár 100 millió család az USA-ban, az számolt ki annyi millió forint, hát nyilván dollárba lett ez kiküldve. Amikor ugye mégis ennek hatására nem választották meg, és ugye jött a Biden kormány, ő ugyanúgy akkora összeget adott a családoknak, érted? És azt mondták, hogy azért nőtt meg az infláció, mert ennyi pénzt kiadtak a családoknak, és ez megnövelte a kifizetéseket, tehát a vásárlási kedvet, érted? Tehát a fogyasztást, na azt akartam mondani, hogy megnövelte a fogyasztást, és ez, ha megnövekedik a fogyasztás, akkor meg lehet emelni az árakat, érted? És ezáltal ugye a kereskedők, akitől megvásároltak dolgokat, ők megemelték az árakat, mert a fogyasztás megnőtt. Erre hivatkoznak, hogy ezért nőtt meg az infláció. De érdekes, miért nem megy vissza? Már nem kaptak a családok segélyeket, és miért nem megy vissza az infláció? Miért tartja magát az infláció? Ez nem most volt, még a Covid időszakban volt, azóta eltelt több mint 1 év, már lassan 1,5 év. Miért nem megy vissza? Gondolkozz már! Hát azért, mert nem ettől függ, hanem attól függ, hogy pukkan kifel a lufi, érted? Attól függ. Na most egy ilyen helyzetben, ahol az emberek többsége életszínvonal csökkenés, mert mi a lufinak a következménye? Életszínvonal csökkenés. Tehát nem azt jelenti, hogy kevesebbet fogsz keresni, hanem tudod mit jelent? hogy nem fogsz annyi mindent vásárolni a fizetéseddel, érted? Ez ezt jelenti. Sőt, egyre kevesebb dolgot tudsz vásárolni. Mit csinálsz a függöny mögött? Ja, a levegő, azt nem így nyitjuk ki, mert zaj jön. Azt a konyhában nyitjuk ki, jó? Itt nem, már zaj jön be. Jó? Szóval gondoljuk végig, hogy hol tartottam? Hogy, nem az áremelés, az infláció azért maradt meg, mert nem. Ja, hogy mit fogsz csinálni, megvan. Mit fogsz csinálni, köszönöm, mit fogsz csinálni egy olyan helyzetben, ahol ugye a fizetésed nem fog csökkenni, csak annak a vásárlóértéke. Ugye én ezt tanultam, hogy mi a megoldás. Tehát amikor nehezül az életkörülmény, akkor több pénzt kell keresni. Logikus? Jó? És akkor nem, legalább annyival több pénzt kell keresni, amilyen mértékű a kiadásod növekedése, érted? Mert nem az inflációhoz kell nézni, hanem a kiadásaid növekedéséhez kell nézni. Tehát, mert mit érdekel az téged, hogy bizonyos termékek, amit sose vásárolsz, az olcsóbb lett, nem? És ezáltal az csökkenti az infláció mértékét. Mit érdekel az a termék téged, aminek nem változott az ára, annak ellenére, hogy infláció van, ha sose veszel olyan terméket? De ha megnézed, például mit tudom, a kenyér ára hányszoros lett? Most egy év alatt mondjuk. Hányszorosra elmesedett? Érted? Csak egy példát mondtam, és ha megnézed, a kenyeret az ember az rendszeresen szokott venni, nem? Tehát nem az a lényeg, hogy mekkora a bevallott infláció, mert abban benne van az is, amit te sose veszel, de termék, érted? Az is benne van. Hanem az a lényeg, hogy a bevételeid és a kiadásaid hogyan alakulnak, érted? És mennyi marad? Ez a lényeg, mennyi marad? Hó végén, érted? Tehát ahhoz, hogyha a kiadások nőnek, egyetlen megoldás van, többet kell keresni. És akkor azt mondod, hogy hogy lehet többet keresni? Hát ha rossz hangulatban vagy, sose fogsz. Sose fogsz többet keresni. Rossz hangulatban hogy lehet? Tudod miért nem lehet többet keresni? Azért, mert egyszerűen több dolog, rossz hangulati tényezőket elsorolom, jó? Tehát az azt jelenti, hogy annak hatására te nem leszel nyitott, mert rossz hangulatú vagy, ezáltal nem veszel észre semmilyen olyan lehetőséget, ahol pénzt lehet keresni, érted? Akkor rossz hangulatban az ember egyszerűen lusta, érted? Lustává válik, ilyen kényelmessé válik, hiányzik az energiája, érted? Azért, mert hiányzik az energiája, mindig fáradt, rossz hangulatú ember az mindig fáradt, érted? Az mindig legszívesebben pihenne. Na most ez úgy működik, hogy ha az ember pénzt akar keresni, akkor kell egy nyitottság, nem? Észre kell venni a lehetőségeket, amivel lehet plusz pénzt keresni, akkor, de az nem elég, mert az lehet, hogy rövid ideig jó hangulatba kerül az ember, és akkor észreveszi a lehetőséget abban az időszakban, amikor jó hangulatú, akkor észreveszi, és azt mondja, hú, én ebbe belefogok, de utána visszaesik a hangulata, és azt mondja, hogy ó, hát semmi kedvem, mert rossz hangulatban az embernek nincs kedve, nézd meg, oké, és akkor utána marad minden a régiben, hiába fogod bele, nem történik semmi, mert az illetőnek nincs kedve csinálni semmit. De ha nincs kedved pénzt keresni, akkor mi lesz veled a jövőben? Hm? Mi lesz veled? Tehát nekem úgy tűnik, itt ez az EU zóna, vagy európai zóna akár, mint hogyha egyre élhetetlenebbé akarják tenni, nem? Nem ezt veszed észre? Tehát és ugye ez hogy működik? Minél élhetetlenebb egy társadalom, nyilván mivel megszokták az emberek, hogy vágyakozzanak, annál rosszabbul fogják érezni magukat. Hát gondold végig, ha volt életedben olyan a dolog, amire vágytál és nem érted el, utána milyen állapotba kerültél? Hát a vágyak tudod mit hoznak létre? Ha nem éred el? Bánatot. Tehát mikor az ember a vágyát nem éri el, bánatos lesz. Vagy rosszul mondom? Oké? Ez azt jelenti, hogy a vágyak miatt nagyon könnyű az embereket bánatossá tenni itt nyugaton, itt Európában, Észak-Amerikában, nagyon könnyű, Japánban, érted? Mert megszokták azt, hogy a vágyaik azok teljesülnek, mert olyan vágyakat tűznek ki, ami megvásárolható pénzen. Oké, például valakinek van sok pénze, és megunja a feleségét, és van elég pénze, könnyen szerez lánya korabeli nőt, feleségnek, nem? Gyorsan megunja a feleségét. Érted? Biztos, hogy hamarabb szerez ilyen nőt, mint mondjuk aki nem gazdag, nem jó módú. Világos ez? Tehát még a gazdagok még a párjukat is meg tudják vásárolni. Igen. Tapasztalatból. Oké? Ez így van. Tehát ugye az azt jelenti, hogy az embereknek ugye ha nincs pénzük, akkor kevesebb vágyat tudnak teljesíteni, elérni, érted? És az emberek ha nem tanulnak, akkor nem értik ezt az egészet, csak azt értik, hogy boldogtalanok, azt érzik, hogy romlik a párkapcsolatuk. Na nézzük meg, hogy mi romolhat, jó? Nézzük. Azt érzi, hogy sokkal kevesebb dologra képes, csökken az önbizalma, önértékelése, önbecsülése, azt tapasztalja, hogy a párjával se olyan már a kapcsolat, mint régebben, azt tapasztalja, hogy szüleivel sem olyan, mint régebben, a gyerekeivel sem olyan, mint régebben, másokkal sem olyan, mint régebben, a munkáját is kevésbé szereti, abban sem tud kiteljesedni, a pénz is kevesebb, mint régebben, a környezetével is sokkal rosszabbul bánik, a hatóságokkal is kevésbé jó lesz a kapcsolat. Miért? Mert lehet, hogy ugye egy rossz állapotú ember az belemegy simlis dolgokba, érted? Simán, könnyedén bele lehet vinni simlis dolgokba, ami gyors pénz, törvénytelenül, érted? De tudjuk, hogy a korsó is addig jár a kútra, míg el nem törik, jó? És akkor természetesen ezáltal meggyűlik a baja a hatóságokkal. És akkor nézzük tovább, ugye egy rossz állapotú ember, ugye van egy olyan film, ahol emlékeztek, ez egy ilyen spirituális film, ahol a kislány beleesik a kútban, tehát rákbetegsége van, nem kútba, bocsánat, fába, rákbetegsége van, és ugye mondták, hogy ebbe bele fog halni, de próbálták gyógyítani, és beleesett egy ilyen üreges fába, ilyen hatalmas üreges fába, valami 10 métert zuhan, és utána meggyógyul. Tehát addig az anya, aki hívő volt, azért mert a lánya nem gyógyult, elvesztette a hitét, érted? Ez egy megtörtént esemény egyébként. Igen. Nem tudom mi a címe, de szerintem fönn van az oldalunkon, jó? Tehát lényeg az, hogy egy nagyon érdekes film ebből a szempontból, mondom, most az anya a problémák miatt, hogy a gyereke az ment a halál felé, elvesztette a hitét, előtte járt rendszeresen templomba és hívő volt, érted? Elvesztette a hitét és azt mondta, ő már nem hisz Istenbe, érted? És utána természetesen mikor a lánya meggyógyult, akkor visszanyerte a hitét, Érted? Tehát ami, ezt most csak azért magyarázom, hogy a rossz állapotú emberek, akik egyre rossz állapotba kerülnek, még a hitüket is elvesztik. Oké? Okay? De miért vesztik el? Nagyon egyszerű, azért vesztik el, mert ugye ők kérik a segítséget, a segítség megy, csak nem veszik észre, mert rossz állapotúak. Értitek? Nem veszik észre, mert ahhoz kellene egy nyitottság, hogy a segítséget észrevegyék. Ez olyan, mint van az a vicc, tudod, vagy történet, amikor a falu mellett lévő folyó kiárad, kijönt és belepi a falut a víz, ellepi a falut a víz. De az emberek mit csinálnak? Hát fölmennek a tetőre, jönnek a csónakok, elviszik, és akkor Józsi bácsi is fönn van a tetőn, és jön a csónak, jöjjön Józsi bácsi, elvisszük, önt is megmentjük. Nem kell, majd az én Istenem megment. A víz emelkedik tovább, ő fölmegy a kéményre, érted? Megint jön egy másik hajó, Józsi bácsi, hát jöjjön már, mert megmentsük. Majd az Istenem megment, jó? És akkor mit tudom, jön egy helikopter is, mikor már a víz majdnem eléri, szálljon föl, másszon föl a létrán a helikopterre. Azt mondta, hogy nem, majd ő az Istene majd megmenti. És lényeg az, hogy jön a víz, emelkedik tovább, és egyszer csak Józsi bácsi megfullad, és akkor ott van Isten színe előtt, és akkor számon kéri az Isten, hogy én mennyire bíztam benned egész életemben, és bíztam akkor is, amikor jött a víz, és nem mentettél meg. És erre azt mondja az Isten, hát dehogy nem, küldtem egy csónakot, küldtem egy hajót, küldtem egy helikoptert, és te egyiket se használtad ki. Oké? Okay. Tehát ugyanígy vannak az emberek, amikor a baj miatt rossz hangulatba kerülnek, nem veszik észre azt a támogatást, amit kap, érted? Hogy mondjuk megmentődjön, érted? Nem veszik észre. Na most ez azt jelenti, hogy ez mind bajba kerül a rossz állapot miatt, érted? Ha az ember tanul, akkor az ember és életismereti tudás, tehát az ember és életismerettel kapcsolatos tudás, az javítja az ember hangulatát. Miért? Mert elkezdi átlátni a dolgokat, elkezdi látni a megoldásokat. Tehát mikor egy ember reménytelen, akkor nagy mértékben lecsökken a hangulata. Amikor az ember tudja azt, hogy van megoldás, akkor följön a hangulata, érted? Felemelkedik a hangulata. Tehát még egyszer, ha reménytelenek vagyunk, akkor nagyon rossz állapotba kerülünk. Ha van remény, mert van megoldás, akkor jó állapotba kerül az ember. Ahhoz, hogy legyen megoldás, az jó állapotban kell lenni. Ha egy ember nincs jó állapotban, akkor reménytelenné válik az élete. És ez a kulcskérdés. Na most, ha az embernek van tudása ezekre a területekre, akkor az illető ezeken a területeken keresztül megoldásokat hoz létre, és ezek a területek elkezdenek neki jól működni. Ha ezek a területek jól működnek az embernek, akkor az azt jelenti, hogy mitől lenne rossz állapotú. Miért legyen rossz állapotú? Oké? Okay? És azt mondja az ember, hogy akkor rendbe kerül az élete. És ez tudás nélkül gyakorlatilag lehetetlen. Tehát vagy nagyon sok pénzed van, és pénzzel megvásárolsz mindent, mert te gazdag vagy, vagy ugye a tudás, mit mondanak? A tudás az micsoda? Hatalom, így van. Tehát a pénz micsoda? Az is hatalom. A pénz is hatalom, meg a tudás is hatalom, érted? Tehát vagy legyen neked sok pénzed és lehetsz hóthülye, nem számít, mert akkor pénzzel meg tudsz vásárolni mindent, érted? Vagy ha nem vagy gazdag, tehát nem vagy azon a szinten, hogy sok pénzed van, akkor meg tudásod kell legyen, érted? Na most nem tudom, te melyik vagy, Mondom, a gazdagok lehetnek nyugodtan hülyék, mert sok pénzük van. Érted? De ha te nem vagy gazdag, nem lehetsz hülye. Akkor neked értelmes, okos embernek kell lenni. Aznak tudás nélkül nem megy. Na, akkor nézz utána nyugodtan a bolygón, hogy hol adnak az életed minden területére tudást. Rajtunk kívül. Kereshetsz, csak találni nem fogsz. Érted? Még nem csak magyarul nem találsz, semmilyen más nyelven nem találsz. Akkor nézz utána annak, hogy mennyibe kerülnek a fejlesztő képzések. Mondjuk személyiségfejlesztő képzés, vagy coach képzés. Nézz utána, és keres olyat, ami mondjuk 3000 forint alatt van óránként. Nem fogsz találni. Más nyelven sem fogsz találni. Jó? Mi a képzéseket 420 forintért adjuk óránként. Miért? Mert nekünk van egy célunk. Mi létre akarjuk azt hozni, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. És ahhoz viszont az kell, hogy a tömegek fejlődjenek. Nem egyesek, hanem a tömegek. Nyilván az elnyomókból köszönjük szépen nem kérünk, meg nyilván azokból sem, akik úgy gondolják, hogy pénzen megvehetnek mindent. Jó? Belőlük sem. Jó? De nem ők a többség. A többség az átlag ember, vagy átlag alatti. Vagy egy kicsit átlag feletti. Oké? És az a nagyon nagy többség. És az emberek azt gondolják, hogy majd a hatalom megoldja az életeteket. Aha. És miért nem oldottam meg az elmúlt 3 évben? Miért nem oldottam meg az elmúlt 50 évben? Miért mindig az egyénnek kellett megoldani az életét? Mert a hatalomnak, aki hatalomra kerül, megnézed például, meg tudod ezt is nézni a neten. Mit? Hogy például akik a parlamentben ülnek, itt Magyarországon, de valószínű más nyelven, más országokban is ezt meg tudod nézni, hogy életükben hány napot dolgoztak. És a parlament zöme egy napot se dolgozott, hanem mit csinált? Rögtön politikus lett. Na most akkor kérdezem a politikusokat, hogy nekik mik a tapasztalatuk az élettel kapcsolatban, ha sose dolgoztak. Vagy ha megnézed, ugye a másik fele, aki dolgozott, az akkor ilyen dolgozott ilyen 1, 2, 3 évet. Érted? És alig találsz a politikusok között olyat, aki mondjuk dolgozott 10-15 évet. Érted? És akkor azoktól, ezektől az emberektől várod, hogy jobb lesz az életed? Akik soha semmit nem csináltak az emberekért? Csak magukért? Hát miért lettek politikusok? Mert óriási hatalommámorral rendelkeznek, érted? Megrészegíti őket a hatalom. Érted? És ők úgy akarnak pénzt szerezni, hogy a politikán keresztül hatalomba kerülnek. Tudod, hány olyan ember indult például a választásokon, aki létrehozott egy pártot, például itt Magyarországon, meg fölvette a pártnak járó pénzt, és utána megszűnt a párt a választások után. És utána eltűnt a lóvé. Érted? Tehát gyakorlatilag a politikát az emberek a gazdagodásra használják, akik benne vannak. Semmi másra, nem az emberekért. Nagy tévedésben élsz. Nagy tévedésben élsz. Jó? Tehát nem ismered kellőképpen a személyiségeket, nem ismered azt, hogy milyen az, amikor valakinek hatalomvágya van, érted? Nem ismered. Mert nem ismered, hogy hogyan működnek az emberek, nem ismered az ember típusokat se. És nem tudod azt, hogy a hatalomvágyuk miatt mire képesek emberek. És ha itt tanulsz, akkor ilyen ismeretekre is szert teszel, hogy milyen típusú emberektől mit várhatsz, érted? Mit várhatsz? Egy hataloméhes embertől semmit nem várhatsz, semmi jót, érted? Semmi jót. nem várhat. Tehát a hatalom éhes emberek nem jó emberek. Világos ez? Jó? No, úgyhogy ennyi fér bele az első részbe. A második részben szeretetteremtő coachképzésünk folytatása következik. 30 perc szünet után várlak benneteket szeretettel, az interneten át kell kapcsolni ugye a második, a kékre, igen, a kék ikonra át kell kattintani, jó, akiknek ugye lehetősége van, mert tanulok. Mennyiben kerül az első hónapi képzés? Az 660 forint óránként, 30 óra egy képzés egy hónapban, tehát 19.700 forint az első hónap, a második hónaptól pedig 12.500 forint a képzésünk, jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyél tanuló. Annyit még azért mondanék befejezésként, hogy ráadásul ugye ezeket a képzéseket úgy tartjuk, hogy bárki számára hozzáférhető, tehát igénybe lehet venni személyesen, igénybe lehet venni az interneten keresztül, igénybe lehet venni felvételről, igénybe lehet venni tévéről, igénybe lehet venni rádióról, mármint úgy, hogy értve az interneten keresztül, jó? Tehát elég széleskörű lehetőség van az igénybevételre, és hát aki itt tanul, az egy közösségbe kerül, egy olyan közösségbe, ahol egy olyan csapatnak a részévé válik, ahol saját vezetője is lesz, és még egy dolog, hogy aki itt tanul, annak lehetősége van a tanulókat szervezni, és a tandíjak jelenleg 78%-a visszafizetésre kerül azoknak, akik a tanulók szervezésében részt vesznek, jó? Mondom, jelenleg a 78%-a visszafizetésre kerül, illetve hát az azt jelenti, hogy jövedelemként, jutalékként megjelenik, jó? Amit föl lehet használni ugye például tandíjra, vagy például ugye föl lehet venni jövedelemként, mondjuk vállalkozói jövedelemként. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen!